Egész éjjel megállás nélkül dolgoztak a tűzoltók Budapesten, a 8. kerületben, ahol kigyulladt egy raktárépület. Csak nem 100 tűzoltó érkezett a helyszínre, akik már lassan 14 órája dolgoznak megállás nélkül. Úgy tudjuk, a tüzet sikerült körülhatárolni, és senki nem sérült meg. Az éjszakai viharos szél miatt a lángok gyorsan szétterjedtek a raktár fából készült tetőszerkezetén. Vörösbe borult az ég, és mindent elárasztott a füst vasárnap este a 8. kerületi Kerepesi úton. Egy 3500 négyzetméteres raktárépület tetőszerkezete gyulladt ki. A lángok gyorsan terjedtek, nem sokkal később már mindent beborítottak. Az épülethez 20 kocsival több mint 100 tűzoltó érkezett. Ezeket a felvételeket oltás közben készítette a katasztrófavédelem. A tűzoltás vezetője a legmagasabb riasztási fokozatot rendelte el. Erről még a helyszínen késő este számolt be a katasztrófavédelem helyettes szóvivője. Mögöttem is látni, hogy nagyon sok vízsugárral dolgoznak, támadó vízsugarakat szereltek a kollégák. Magasból mentőre szerelt vízágyú is dolgozik a helyszínen, ezzel próbálják a tűzoltók oltani a tetőszerkezetet. Csak hogy a szakemberek nem tudtak gyorsan haladni, a viharos szél ugyanis egyre csak fokozta a lángok terjedését. Az sem segítette a munkájukat, hogy a tetőszerkezet fából készült, és az épületben éghető anyagokat tároltak. A tűzoltók egész éjjel dolgoztak. A bejelentés a tűzoltókhoz 3/4-10 magasságában érkezett, most pedig, amikor ezt a felvételt készítjük, éjjel 1 óra lesz nem sokára. A raktár még hajnalban is égett, még ekkor is sűrű, szürke, gomolygó füst lepte el a környéket. Az oltás így még délelőtt is zajlott. Jelenleg a raktárépület életveszélyes, belülről nem lehet oltani a lángokat, ezért a tűzoltók 3 magasból mentőre szerelt vízágyúval és egy mobil vízágyúval gyakorlatilag állóháborút vívnak a lángok ellen. A lángokat mostanra sikerült megfékezni, de még mindig zajlanak az utómunkák. A tűz nem terjedt át másik szomszédos épületekre, úgy tudjuk, senki sem sérült meg. A helyszínen még mindig ott van Víg András kollégám. Szervusz, hol tartanak most az utómunkákkal? Szervusz, jó napot kívánok! Hát ahogy a riportban is elhangzott, 13 órán át tartó megfeszített munkával sikerült megfékezni a lángokat, az utó munkálatok azonban továbbra is tartanak. Ez azt jelenti, hogy most már nem oltják a lángokat, hanem hűtik a területet. Több vízsugárral locsolják az épület megmaradt részeit és a parazsat tulajdonképpen azért, hogy ne alakulhassanak ki kisebb gócok, amikben ismét fellángol a tűz, hiszen borzasztó magas hőmérsékletű még mindig az épületnek az a része, ahol ami még megtalálható, még egyben van, és gondolok itt egyébként a falakra, mert a 4 fal az nagyjából még épségben van, de a tető az teljesen megsemmisült. Az oltás közben, ahogy a riportban ez is elhangzott, a tűzoltók hűtötték a szomszédos irodaépületet azért, hogy ne terjedhessenek át a lángok. Nos, emiatt a hűtés miatt nagy mennyiségű víz került az irodaépületbe, ezt szivattyúzzák ki most jelen pillanatban a tűzoltók az épületből, tehát a dolgozók még nem mehetnek vissza egyelőre, tehát a utómunkák azok javában tartanak még itt a Kerepesi úton. Víg András, köszönjük szépen!